Na, hát sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb részben. Mint a címből kitalálhattátok, egy régi ismerős talált meg ismételten az internet bugyraiban, és hát szerintem magáról a Carpuride-ról nem kell sokat beszélnem, itt a csatornán is többször feltűntek a termékei. Saját véleményem szerint az autóipari, hifi, szórakoztató elektronika, a multimédiás egység kiminek nevezi területén én úgy gondolom, hogy kínai cég létére azért bizonyított. Na most miért hangsúlyozom ennyire ezt, hogy az autós körökben? Ugyanis a Carpuride a mai rész kapcsán megtalált egy új termékükkel, ami nem kifejezetten az autósokra, mindinkább a motorosokra koncentrál. Úgyhogy nézzük is, hogy mi az. Mivel autós körökben az Android Auto, illetve az Apple CarPlay, illetve a kapcsolódási lehetőség, zenehallgatás, kiminek nevezi, egyre nagyobb teret hódít, ugye most nem csak a legújabb autókról beszélek, de például a régebbi autók hát modernizálásáról is. A Carpuride úgy gondolta, hogy ideje az autókról áttérni egy kicsit a kétkerekű járművekre is. Ezért a mai részben meg fogjuk nézni a motorosok számára kifejlesztett vagy kitalált, hát motorra, kétkerekű járműre szerelhető kijelzőjüket, ami szintén ugyanazokkal a funkciókkal bír, mint akár egy szivargyújtóról üzemeltethető autóba szerelhető kijelző. Úgyhogy ennyi felkonf után, nézzük meg, hogy mit kapunk a dobozba. Egyébként meg kell mondanom, a Carpuride-nak a doboza, dizájna, akármi, ez a kék-fekete nekem nagyon összejön egyébként, de természetesen nem dizájn alapján választunk terméket, hanem funkcionalitás alapján. Na, fölpattintva a dobozkánkat, megszokhattuk a nagyon precízen, finoman becsomagolt terméket, és oda néz. Azért meg kell hagyni nekik, hogy a biztonságra figyelnek. Itt a fő eszközünk, egy 5 col átmérőjű képernyő, 13x14 cm nagyságrendileg, és ha megnézzük, mivel motorosoknak van kitalálva, van egy kis hát, víz, eső, külső behatások elleni védelem a kereten, egész igényesen néz ki. Mindjárt kipakolunk a dobozból és átnézzük, hogy mi is itt a történet. Sok mindent nem kapunk, de mivel motoros, illetve kétkerekű járművek rögzítésére alkalmas ez az eszköz, így feltételezhetjük, hogy a kormány villára vagy oszlopra, vagy nem tudom mi a szakkifejezés, fogjuk fölrögzíteni a kijelzőnket. És oda néz, kapunk egy cuki kis villáskulcsot is. Nice. És hát természetesen az elmaradhatatlan ne nyaldosd a csatlakozót. És leírás. Nyilván IPS kijelző, IP67 vízállóság, tehát kint is lehet használni, nyilván motorozás közben elkap az eső, akkor nem lesz semmi baj. Úgyhogy nem maradunk egyedül, a Carpuride fogja a kezünket egész végig. De most, hogy mindent kipakoltunk, dobozkánkat félretéve, vessük tekintetünket a fő eszközre. Azt azért szeretném letisztázni itt a videó közben, hogy nekem semmilyen affinitásom nincs a motorok
a motorokkal, inkább úgy fogalmazok, mert kétkerekű járművekkel van tapasztalatom, ergo biciklizek. De nem én leszek az az ember, aki megmondja nektek, hogy a motorotokhoz milyen nagyon fasza minőségű kiegészítőt vásároljatok. Életemben kettőször használtam motort, abból egyszer utasként egy CBR 1000-essel vittek egy kört, ami hello volt, illetve robogóztam fiatalabb koromba. Úgyhogy ennyi tapasztalatom van. És előre elnézést kérek, de a mai videóhoz nem sikerült semmilyen típusú motort szereznem. Úgy volt, hogy Tivadar hozza a babettáját, de hát kinti időjárási viszonyokra való tekintettel ez meghiúsult. Úgyhogy ez ilyen bench test lesz, tehát a satupadon fogom tudni nektek bemutatni, elmondani, hogy hogy is működik ez az egész kütyű. Úgyhogy a motorosoktól elnézést kérek, ami nem azt jelenti, hogy ez egy rossz termék lesz, tehát ha valakinek szimpatikus, meg tudjátok vásárolni. Na, de ennyi intermezzo után, folytassuk akkor a teszteléssel. Szóval, mint mondtam, egy 5-szolos kijelzőről beszélünk, IP67-es vízállósággal. A kijelző az esőtől, külső behatásoktól védve van, de ahogy néztem, igazából 2 darab csavar, hogyha valakinek nem szimpatikus, eltávolítja, de mégis azért motoron ülve, napsütésbe szerintem. És ott vagytok. Motoron ülve, napsütésbe azért tud megfelelő láthatóságot biztosítani a kijelzőnek. Na most a kijelző bekötése, vagy hát az egész egység üzemeltetése nem vesz igénybe sok időt, illetve nagy gondolkodást. Minden oldható, és ha megnézzük, ez a kis tekerős csatlakozóval van megoldva a gyors csatlakozási lehetőség. Ergo, hogyha te nem szeretnéd a motoron hagyni állandó jelleggel a kijelzőt, lecsavarod, és ezt az egészet le tudod venni. És amennyiben szabadon hagyod a kábelt, a csatlakozót, kis vízálló kupakkal gondoskodtak róla, hogy nehogy baja legyen. Úgyhogy így gondoltak rá. Igen, az üzemeltetése, vagy hát az áram ellátása megint csak nem vesz igénybe nagy tudást. Szétcsavarjuk az összecsavart kábeleket. Azért egy motorhoz szerintem bőven sokat adtak, tehát el tudja az ember vezetni. És nagy megoldás nincs a történetben. Van egy testünk, és van egy pozitívunk. És annyira azért voltak előre tekintőek. Fókusz az ma nem, na, nincs velünk. Ki van biztosítékozva. Tehát beépített biztosíték van benne. Ilyen nagyon szép lila színű. Úgyhogy a védelemre is azért relatív adtak. Ami még a készletbe jár, az maga a rögzítő, amit, mint mondtam, a kormány villára kellene fölrakni. És hát kitalálhattátok, kormány villát itt becsatlakoztatjuk, és alul a mellékelt villás kulcssal meghúzzuk a csavart. Na most a fej, ugye gömbfej csatlakozásunk van, a hátulján, ide fog beilleszkedni, és össze fogja magát feszíteni. És 360 fokban fordítható. És ilyen nagyon szép matt színű. De ezt majd itt a garázsban valahogy megpróbálom reprodukálni, hogy minthogyha én ezt egy villára raknám föl. Az áttekintés ennyi, és hát mivel jelenleg nincs semmi olyan eszközöm, ezért itt a garázsba leledző akkumulátorok segítségével fogunk ennek powert adni. És valamit csinálok a fókusszal, mert ez egy nem állapot. Úgyhogy mindjárt visszatérek, hogyha beüzemeltem az egységet. Oda nézz azt a szakszerű beinstalálást. Igen, és gyerekek, így ne kössetek össze semmit. Ez megint csak az én hülyeségem. Bench testre teljesen jó. És ha valaki megkérdezné, hogy az erotikus újpesti biztosíték hogy váltott át Ferencvárosi biztosítékra, ez azért történt, mert
Nem tudtam bekapcsolni az egységet, nézem, hát a biztosíték el volt szakadva belül, az összekötés. Úgyhogy raktam bele egy másik biztosítékot, 30 amperes biztosíték kell bele egyébként, ami nekem meglepő, hogy ekkora kell bele, de hogyha az való bele, akkor az való bele. Úgyhogy 30 amper. És még egyszer mondom, senkinek össze így be az elektronikus holmiát. Na hát a jól ismert CarPuride logó, és akkor már benne is találjuk magunkat a menübe. Nagy megoldásokra nyilván nem kell számolni, aki már látott CarPuride-os videót, aznak ismerős lehet ez a kezelőfelület. Igen, és alapból csatlakozik a telefonomhoz. Mert annyira csodálatos. Igen, és mint látjátok, a Bluetooth kapcsolódás az nagyon gyorsan megy, és már itt is vagyunk az Android autóba. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad nekünk, hogy ez működik. Igen, itt a tükröződés miatt elnézést kérek, de a garázsban a neon az így világít. Na, kezelőfelület ismerős lehet, Android Auto, CarPlay, Equalizer. Tudjuk kapcsolgatni a kijelzőt, hogyha esetleg menet közben ki szeretnénk kapcsolni. Természetesen Bluetooth kapcsolódási lehetőség is van, ami most az Android Auto miatt nem lehetséges. Memóriakártya? Igen, mert azt nem mondtam, hogy ennek az egységnek nincs beépített hangszórója, illetve nincs USB csatlakozási lehetőség, csak ha megnézzük, memóriakártya csatlakozási lehetőség van. Igazából ennyi kezelőfelület van az egész kijelzőn. Itt a kibekapcs gomb, illetve itt van a memóriakártya helye, ami csavarozva van, ugyanis hát gondolom a vízállóság miatt csinálták így, hogy menet közben ne kapjon vizet, ha esetleg elkap egy eső, úgyhogy ez csavarozós. 64 GB-ig támogatja a memóriakártyákat. És mielőtt valaki megkérdezné, hogy például zenét hogy tudna erről hallgatni motorozás közben. Hát Bluetooth-on keresztül, mégpedig Bluetooth hangszórókkal, fülesekkel, illetve ha jól tudom, motorosok számára talán már létezik olyan bukós isak, amiben van beépített Bluetooth hangszóró, de most egy ilyen, nem tudom, 5-10, nem tudom mennyibe kerülnek ezek a vezeték nélküli Bluetooth hangszórók, ezek a kis fülbedughatók. Valaki olyat vesz motorozáshoz, ezzel összeköti, innen nyomatja a zenét, és motorozás közben élvezi. Van természetesen Bluetooth transmitterünk is, nyilván nem fog semmit találni. Hát persze, hogy nem. Illetve a beállításaink, nyelvek, hát én ugye English-en hagytam, és Ungarisa az persze, hogy nincs benne. A háttérfényt tudjuk állítani. És van benne éjszakai, illetve nappali fényerősség. Gyári visszaállítás, illetve a rendszernek az információi. A wifi kapcsolatunkat tudjuk állítani, mert természetesen wifivel is lehet használni. És ennyi. Ha jól emlékszem, memóriakártyáról videót is képes lejátszani, de most nekem nincs kéznél memóriakártyám, úgyhogy ezt a funkciót nem tudom megmutatni. De ide a videó közben fogok promóciós anyagokat bevágni a CarPuride-nak a saját honlapjáról, úgyhogy majd ott láthatjátok. Hangzását igazából értelmetlen letesztelni, mivel mint mondom, nálam nincs jelenleg vezeték nélkül fülhallgató, illetve memóriakártyám nincs, amit be tudok ebbe rakni. Úgyhogy a hangzást azt most nem fogom tudni nektek megmutatni. Igazából tényleg nincs túl bonyolítva, tehát arra, amire kell egy motoros számára, most nyilván motorozás közben ne filmet nézzél, maximum a zene az menjen, meg az Android autó, és így ennyi. Tehát arra, amit kell, arra teljesen jó. Na, hát amivel még adós vagyok nektek, az, hogy megmutassam, hogy egy kormányoszlopra vagy kormányvillára mennyire egyszerűen föl lehet szerelni ezt az egész kis egységet. Hát most jelen esetben tegyük föl, hogy ez a ruhaszárító, ez most egy kormányvilla. Azután, hogy leoldottuk a kis csavarokat, semmi más dolgunk nincs, fölcuppantjuk, átdugjuk a melléket
anyával csavarra megfogatjuk. Természetesen állítási lehetőség rendelkezésre áll. És ha már a Carpool Ride volt olyan jó fej, hogy ingyen szerszámot is biztosított nekünk, akkor ezt használjuk is. Úgy. Természetesen sokkal egyszerűbb lenne racsnival fölrakni, de a videó hitelessége kedvéért azért csak ezt használom. Ups. Szóval, fönt van az oszlopunkom, és akkor jöhet maga az egység ide a tetejére. És mint mondtam, 360 fokba állítható, ahogy az embernek éppen kényelmes. Gömbfejes megoldásunk van, csak szépen becuppantjuk a helyére. Hátulján van az állítási lehetőség. És odaállítjuk, ahova szeretnénk. Na, srácok, összegezzünk egy kicsit, hogy mi a vélemény erről a termékről. Őszintén szólva, ha lenne motorom, akkor látnám értelmét, hogy magam részére megvásároljam. És nyilván most a motorosokra gondolok, tehát hogyha te motoros vagy és szeretnél ilyen kijelzőt, akkor nyilván meg tudod vásárolni, de ha nem vagy motoros és fingod nincs az egész, akkor ne vedd meg. Tehát ennyire egyszerű. Látom értelmét a motorosok részére, akik tényleg egy nyári, őszi, tavaszi, akármilyen túrán mondjuk a mecsekbe, vagy akárhol csapatják, vagy ahol még legálisan lehet motorozni, mert tudjuk, hogy szerpentines út az már lassan magánkézben van, de nem is erre gondoltam. Ha meguntad azt, mert feltételezem a motorosok nagy része jelenleg hogy navigál, van egy ilyen kormányoszlopra vagy kormányvillára rakható telefontartó, és akkor nyomkodja a telefonját közben, ami tegyük hozzá, hogy elég balesetveszélyes, úgy gondolom. Akkor már inkább tényleg egy ilyen kijelző, vagy kis egység, ami egybe zene, Android Auto, Apple CarPlay, ki mire szeretné, és nem kell levenned a tekintetedet az útról. Tehát létjogosultságát látom a terméknek. Na most biztos azt kérdezitek, hogy mennyibe kerül ez a termék. Na hát a videó készítésének idején 260 dollárba kerül. Így van. De természetesen intéztem kódot, úgyhogy mindenki nyugodjon le. Itt a lent található kód segítségével némi kedvezményt tudtok igényelni, és hát természetesen a linkbe, a leírásba lévő linkben meg tudjátok vásárolni ezt a terméket. Amennyibe szeretnétek. De tényleg csak amennyibe szeretnétek. Úgyhogy magam részéről jópofa terméknek tartom, és mint mondtam, létjogosultságát látom a motorosok részére. Poénból gondolkodtam, hogy az elektromos biciklire felrakom, csak az a baj, hogy nem tudok 12 voltot varázsolni. Bár még az is megold. Mindegy, nem, de ötleteltem. Ja, úgyhogy, mint mondtam, srácok, ezzel a kóddal itt lent kedvezményre tehettek szert. Úgyhogy ha valakinek tetszik, akkor lent a leírásban a termék linkjére kattintva meg is tudjátok vásárolni, hozzáadjátok a kódot, és már olcsóbban kapjátok meg. Szívesen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer a Carpool Ride-nak, hogy elküldték nekem ezt a terméket, és azért örülök, hogy egyre jobban nő a repertoár, hogy milyen termékeket áll módonban kipróbálni, és kint újonságében van még egy termék, amit pont ma vettem át a postán, és arról is kéne videót csinálni. Na, hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Amivel tetszett, egy feliratkozás, lájkot megköszönök nektek. Instagram, Facebook még mindig rendelkezésetekre áll. Ott van szintén a X. Hogyha szeretnétek, ott is be tudtok követni. TikTok még mindig nincs, mert egy buziság. Tudjátok nagyon jól. És hát a következőben, most már valami effektív munkával is. Van egy videó a háttérben, ami már készül egy ideje, de nyilván közben ezeket az apró dolgokat föl tudom venni, mert egy időbeosztás az a lényeg. Úgyhogy következőben találkozunk, mindenki vigyázzon magára, és próbáljátok meg kielvezni a maradék hátralévő jó időt, mert konkrétan kint jelenleg is szakad az eső, lehet, hogy nem halljátok, de Sopronban megérkezett a lehűlés. Úgyhogy következőben találkozunk, esernyőket elő, és sziasztok! Én meg kitalálom, hogy ezzel mi legyen. Mert annyira nem tudom felhasználni.